Vissza is tértünk, ez még mindig a napindító, vagyis a napindító plusz én Zavaros Eszter vagyok, és izgalmas színes témákkal várjuk Önöket az elkövetkezendő szűk fél órában. Az első témánk az a Harkányi Fürdőfesztiválra vonatkozik, ugyanis a rendezvénynek egy nagyon különleges aktualitást ad, hogy a 200-as szám is szerepel, de hogy mit jelent ez pontosan a ma induló rendezvénnyel kapcsolatban, Szilágyi Jenőt kérdezem. Szervusz Jenő, jó reggelt kívánok! Szervusz, köszöntöm a napindító nézőit, hogy 1823-ban mi történt itt Harkányban, azt most meg fogjuk tudni Marosi Melles Andrástól, aki elnök igazgatója a Harkányi Gyógyfürdő ZRT-nek. Szóval mit takar ez a 200 év? A 200 év tulajdonképpen a Harkány gyógyfürdőt tápláló forrásvidék felfedezésének időpontja. 1823-ban egy itt dolgozó kubikus jobbágy munkás fedezte azt fel, hogy ugye mezitláb ténykedtek ebben a mocsaras területben a lecsapolásoknál, és fájó ízületei gyakorlatilag a langyos, sáros vízben mindig fájdalmat csillapított, és jobban lett gyakorlatilag, mint egy kicsit rövidebb időre meggyógyult volna, és visszatérve ezt használva rájöttek ennek gyógyhatására, és ezt követően a Széchenyi család felkarolta ezt a felfedezést, és gyakorlatilag forrást foglaltak, és építettek rá egy 25 apartmanos kis vendéglátóegységet, egy kis szállodát. Nagy fesztivál lesz most ugye ez a 200 éves évforduló alkalmából. Ez a hétvége lesz a Harkány Gyógyfürdő 2023-as évének a legnagyobb fesztiválja. Három napon keresztül gyakorlatilag megy a sürges forgás, és nagyon jó előadók, fergeteges műsor, Rudán Joe, Akusztik, Péter Fibori, Korda Gyuri bácsiék, de a számomra nagyon kedves Bagosi Brothers, de lesz Intim Torna Illegál, és lesz nagyon sok olyan érdekes rendezvény, aquafitness-t is említettem, amely gyakorlatilag minden korosztálynak és minden érdeklődőnek a kedvére való. Gyakorlatilag folyamatosan a három napban elárasztjuk a hozzánk látogató vendégeket mindenféle jó műsorra. András, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, és sok sikert a rendezvényhez. Aki tehát most a hétvégén még nincsen programja, vagy van, de úgy gondolja, hogy ez, amit most elmondott az előbb az elnök igazgató úr, ez jobban megtetszett, akkor mindenkit vár a Harkányi Fürdő itt a hétvégén a Fürdőfesztiválon. Jenő, köszönjük szépen!